A horgászversenyen 23-an vettek részt Vajdaság szinte minden szegletéből. A legjobbak a Magyar Kanizsai Együtt Veled Értük Egyesület fogyatékkal élő védencei által készített emléktárgyakat kapták. A Fishmania halastó ezek megvásárlásával segíti az Emberbaráti Egyesület munkáját. A családi programok egyre inkább elnyerik a polgárok tetszését, mivel azokba a családok apraja nagyja aktívan bekapcsolódhat. Minden hétvégén valamilyen olyan programmal próbáljuk meglepni a közönséget, amely nem szokványos ezen a területen, de a természethez kötődik, tehát hogy szabad területen lehet megrendezni. Ezúttal az Entai Szent Longinus és az Arcus hagyományőrző egyesületek vendégeskedtek a halastón. Az Arcus íjászai sok-sok érdekességgel várták a gyerekeket. Ki lehet próbálni a hagyomány az íjakat, a tradicionális íjakat elsősorban, ugye mert többfajta íj kategória létezik, és a tradíciós tanítsuk lőni is az érdeklődőket. És a végén a bátrabbak kihívhatnak egy íjászt párbajra. Az Arcus íjászainak bemutatóját a Longinus harcművészeti bemutatója követi, majd pedig következik a horgászverseny díjainak átadása.